Soha nem volt annyi pénz a rendszerben, mint most képzőművészetre és vizuális kultúrára. Azonban évek óta ennek az elosztásáról egy gyakorlatilag korlátlan jogkörrel rendelkező megaintézmény gondoskodik, mely kiépített egy árvalányos nomenklatúrát egyfajta generációs elkülönülési vagy sértettségi alapon. Direkt vagy indirekt módon több százmilliós tétre rúgó közpénzt költenek el, és hogy ne gondolhassák, hogy ez pusztán pár száz ember belügye, támogasd adód 1%-ával az átlátszó.hu-t, hogy a többi 99-el mi történik, azt így fogod megtudni.